nyitott ki, nem nézett meg, nem írott rá a levelet. 9 óra előtt néhány perccel kezdték el kiosztani az idei matematika érettségi feladatlapokat Tolnán a Szent István Katolikus Gimnáziumban. Az intézményben 51 diák vizsgázik idén. Mértani sorozat és térgeometria, illetve valószínűség számítás. Az első részben többek között ilyen témakörökből kaptak feladványokat a tanulók. Ami nagyon nem megy, és nagyon remélem, hogy nem lesz benne, az a koordináta geometria, viszont az eddig csak egy évben nem volt benne, úgyhogy hát nem látok rá sok esélyt. Abban reménykedek, hogy a választható részek közül lesz egy feladat, hogy akkor azt ki tudjam húzni onnan, mert az annyira nem megy nekem. A vizsga második részében új autók érték csökkenéséről és szőlőtermesztésről is kaptak szöveges feladatot az érettségizők. Ezek megoldásához pedig szükségük volt a térgeometriai tudásukra, és több statisztikai fogalmat is ismerniük kellett a diákoknak. A vizsga 180 perces, tehát fontos a koncentráció, ennek érdekében többen édességet is vittek magukkal. Csoki az nagyon fontos, hogy legyen nálam, meg a kishúgomnak a számológépét hoztam még magammal, mert ő azzal mindig 5-ös dolgozatokat ír, és nagyon remélem, hogy a szerencsét hoz. Hazánkban matematikából mintegy 69 ezeren közép, és több mint 5 ezeren pedig emelt szinten vizsgáznak. Szekszárdon a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikum diákjai elmondták, hogy nem okozott nehézséget a feladatsor első része. Az első rész az könnyű volt, az meglepően könnyű volt. A második részben sokkal bonyolultabb feladatok voltak, nekem végül is. És igazából reménykedek a legjobbakban. A diákok többsége összességében pozitívan értékelte az idei matematika érettségi feladatsor. Hát én sokkal nehezebbre számítottam, úgyhogy hát minden feladathoz írtam, meg úgy nagyjából úgy érzem, hogy tudtam is őket, úgyhogy én jó eredményre számítok, sokat készültem rá. Úgyhogy én nem éreztem nehéznek egyébként. Az írásbeli érettségi vizsgák szerdán a történelem középszintű feladatsorral folytatódnak.